idei bajnokságban pedig hát túl jól nem kezdtek egyébként, ugyanis az első mérkőzésen hazai pályán 1-0-ra kikaptak a tavaly még másodosztályban szereplő Otrán együttesítől, hát nem jól indult az idény, viszont a nemzetközi kupában jól szerepelnek, ugye Evernők is két kör abszolváltak, és ugye így találkozik a két együttes. Cserébe viszont akkor a hazai együttesről is mesélünk, hogy a Paksi FC csapat, a magyar csapat jól indult a bajnokságban, idegenben Diósgyőrben 2-2, és hát ugye vasárnap, és hát innen folytatjuk majd itt a nemzetközi kupában. Gyorsan mondanám, hogy hétvégén, augusztus 10-én, de ezt majd a Facebook oldalon és a honlapon is megtalálják. Augusztus 10-én szombatra tette át a Magyar Labdarúgó Szövetség az Zalaegerszeg-Paks mérkőzést, amelyre természetesen ugyanígy szurkolói busz indul, és biztos vagyok benne, hogy az Atomic Strike csapata ott lesz majd, amely csapatunk a Paksi RC mögött, és szurkolnak. Legközelebb hazai találkozó, de ez is kiderült a héten, augusztus 18-án tudják, akkor lesz az ünnepi hosszú hétvége, akkor pedig majd vasárnap,